Speedway. Köszönjük a kedves nézőket, Boros Norbert szakkommentátor kollégámmal. A harmadik fordulóját bonyolították le május 5-én Miskolcon a Nemzetközi Salakmotor csapatkupának, de igazából ez csak a második forduló, hiszen a legutóbbi verseny elmaradt. Így van, és ezért a Tihanyi Sándor csapatvezető által dirigált Farkasok csapata most mutatkozott be a csapatkupa sorozatban. És akkor ismerkedjünk is meg a Farkasok csapatával. Egyébként az ő versenyzőiket láthatjuk majd a verseny folyamán piros, illetve kék sisakban. Itt van tehát az első versenyzőjük, az angol Lee Richardson. A cseh Philip Sitera. Aztán magyar részről Szatmári László ebben a csapatban. Dino Kovacsics a horvátoktól. És Benkő Roland a magyarok ifjú tehetsége. És ezt mindenféleképpen már most a verseny elején nem mondjuk, hogy a Farkasok piros, illetve kék sisakban indulnak. Azt kérdezi a riporter hölgy Richardsontól, hogy szerinte sikeres lehet-e ez a kezdeményezés? Remélem igen. Úgy gondolom, hogy ez a sorozat sikeres lehet, jó versenyzőket szerződtettek. Ez jó a klubnak, remélem élvezni fogjuk mindannyian. Mit vársz a mai versenytől? Soha nem voltam még Magyarországon ezelőtt, minden új itt nekem, remélem hasznára lehetek a csapatnak. Jól ismered a miskolci pályát. Gondolod, ez segítségedre lehet a csapat, illetve a taktika összeállításában? Én nagyon remélem, hogy igen, hiszen mai napig versenyzem, igaz, hogy csak magyar bajnokságokon veszek már részt, de még tavaly is versenyeztem Miskolcon. Már most elmondtam a versenyzőimnek, hogy hol vannak azok a kis kapuk, amiket meg lehet fogni esetleg Miskolcon. Én nagyon bízom benne, hogy tudják is alkalmazni ezeket a csineket, és akkor mi fogunk nyerni. Megismerkedhettünk már a Farkasokkal, akkor nézzük a bikákat, kik képviselik. Ugye a lengyel Zsanovszkit láthattuk. A másik lengyel Károly Párán alkotja még ezt a csapatot, és akkor jönnek a magyarok. Magosi Norbert, Nagy Patrik, illetve még egy cseh Martin Gamenda. A csapat vezető pedig a bikáknál Adorján Zoltán. Egy nagyszerű fotóval. Milyen előjelekkel várod a mai versenyt? Annak ellenére, hogy először vagyok itt, tetszik a pálya, jó időnk van, azt gondolom nyerni fog a csapatom. It's good weather today. I think so. Maybe my team win the meeting today. Én gondolom, hogy a két lengyel versenyző, akit összetettem egy párba, oda fognak egymásra figyelni, és tudnak hozni a verseny elején 5-1-es pontarányt, ami egy jó kezdés lenne számunkra. Bízok benne, hogy ez a csapat most fel tudja venni a versenyt az ellenféle, és én azt is remélem, hogy győztesen fogjuk elhagyni a pályát. Hát ennyit akkor az előzményekről, és akkor most már következzen az első futam. A bikák csapatából a két lengyel került az első futamba, Zsanovszki, illetve Barán, a Farkasoktól pedig Lee Richardson, illetve Philip Sitera. Igen, Adorján Zoli említette, hogy most szeretnének nyerni, ugyanis az első fordulóban a tigrisek igencsak elbántak a bikákkal, hiszen 53-31-re diadalmaskodtak Sanyei György fiai. Lassan fel is sorakoznak most már a start helyre a versenyzők. Nagyon jó időjárási körülmények vannak ezúttal, nem úgy, mint a legutóbbi versenyen, amit említettünk, már el is kellett halasztani a mostoha időjárási viszonyok miatt. És akkor nézzük a rajtsorrendet, hogy ki hol foglal helyet az indításnál. Legbelül Lee Richardson láthatjuk most, ahogy készül a futamra mögötte, illetve mellette Tomasz Zsanovszki, Philip Sitera és Karol Barán pedig a palánk mellől vág neki majd a négy körnek. Tehát piros Richardson, fehér Zsanovszki, kék Sitera, illetve Barán sárga. Zsanovszki nagyszerű rajtot fogott és rögtön az ér el. Zsanovszki, és aztán utána közvetlenül jön Barán, igaz, hogy közben Lee Richardson a második helyet visszaszerzi, és aztán az élen haladok Zsanovszki ütődik, csapódik neki a palánknak, sőt, csapattársa Barán is bukik, tehát mind a két bikákat képviselő versenyző, ha salakra került, a földre került bukás következtében,
Igen, nagyon balszerencsés volt ez a bukás, hiszen Zsanowski lecsúszott az ideális ívről, és utána pedig a lufi palánkban beleakadt a motorja, ezáltal esett el, és utána az őt követő Barán pedig belerohant a motorjába, és ő is hatalmasat esett. Itt megnézhetjük még egyszer, mi okozta a balesetet. Hát elsőképpen Zsanowski volt az okozója ennek. Természetesen emiatt aztán Zsanowskit diszkvalifikálták is, tehát ez azt jelenti, hogy ő nem indulhat a megismételt rajtnál. És itt a lassításoknál látszik, ahogy Barannak a bal karja lényegében ilyen élettelenül mozog, mint utóbb kiderült, a verseny végén kiderült, itt kulcsontörés szemlett a lengyel versenyzőt, de mutatja, hogy milyen kemény legény, végigversenyezte a viadal. Hát nem indult valami jól ez a verseny. Igen, és ezt a futamot utána megismételték, de mivel Zsanowski volt a bukás okozója, őt kizárták, Barán pedig nem tudott elindulni, így a két versenyző, tehát Lee Richardson és Sitera áll startot, és mind a ketten teljesítették a négy kört, és így 5-0-val zárták a farkasok ezt a futamot. És itt pedig már a második futam résztvevőit láthattuk, vagy láthatjuk ezekben a pillanatokban. Nagy Patrik, Szatmári László, Magosi Norbert és Dino Kovácsics alkotják majd ennek a futamnak a résztvevőit. Tehát még egyszer elmondanám, hogy mindenki azért jól értse. Szatmári László és Dino Kovácsics, azaz a farkasok csapatában versenyzők mindig piros és kékben vannak, fehér és sárga a bikáknak a csapatszíne. Nézzük a rajtot, teljesen egyszerre kapja el mind a négy versenyző az indítás pillanatát, az ére Szatmári László kerül. Ott viszont a második helyért hatalmas küzdelem alakul ki. Jelen pillanatban Dino Kovácsics az, aki úgy tűnik, hogy stabilizálja a pozícióját a második helyen. Közvetlenül mögötte jön Magosi Norbert, és Nagy Patrik zárja a sort a negyedik, azaz az utolsó helyen, eléggé leszakadva a többiektől. De időközben Szatmári László pedig növeli az előnyét az élen, tehát rá nem nagyon lehetnek veszélyesek a többiek, ha csak meg nem talál egy gödröt. Jó rajt és kiegyensúlyozott versenyzés egyenlőre. Ez jellemzi Szatmári László teljesítményét ebben a futamban. És egyre jobban lerázza magáról az üldözőket. A második helyen Dino Kovácsics jön, a harmadik helyet Magosi Norbert foglalja el, és az utolsó helyen pedig Nagy Patrik, és most már egyre kevesebb és kevesebb van hátra ebből a futamból. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a farkasok sikerével zárul még hozzá kettős farkas győzelemmel a második futam. Szatmári László futamgyőzelme igazából nem meglepetés, hiszen évekig versenyzett itt Miskolcon, bár most a debreceni csapatnak a tagja. Viszont az, hogy Magosi Norbert csak a harmadik helyen zárt, és pont Dino Kovácsics verte meg egy horvát fiatal versenyző, ez azért meglepetés volt. Tehát Magosi Norbert az elmúlt év magyar bajnokon még mindig nincs csúcsformában, bár a szurkolói nagyon várták. De ezt azért hozzá kell tenni az ő szerepléséhez is, hogy a verseny megelőző héten egy robogóval szenvedett egy bukást, illetve kisebb sérülést, a könyöke volt befáslizva Norbinak. Nem tudom, ez mennyiben befolyásolta a teljesítményét. Hát a harmadik futam pedig nem úgy kezdődik, ami azt fémjelezné, hogy csökkenteni tudja majd a bikák csapata a farkasok előnyét, hiszen a Baranakinak kulcson törése volt, mint ahogy Norbi elmondta, nem is állt rajthoz ebben a futamban. Igen, viszont a csapatvezető élhetett volna az a lehetőséggel, hogy beküld egy másik versenyzőt, hiszen már az 5 pontos hátránya megvolt ekkor a bikáknak, ám Adonai Zoltán nem így cselekedett, így Gamen, de egyedül vette fel a harcot Filip Sitera és Menkő Roland ellen. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy Gavendát látjuk majd fehérben, Benkőt kékben, és Sitera pedig pirosban. Nézzük a rajtot. Sitera és Benkő szinte egyszerre startolnak, és végül is aztán Benkő jön ki jobban. Így aztán Benkő áll az érre, mögötte Sitera. Itt még Avende nagyon jól tartja magát, legalábbis még a második hely megszerzésére sanszos, de aztán egyre jobban leszakad. Viszont egyre jobban elhúz Benkő Roland csapattársától, Siterától. És nem árulok el vele nagy titkot, hogy ezen a versenyen azért a két cseh fiú, Gamenda és Sitera, óriási csatákat vívott.
és a miskolci viadalt követően rendezték a cseh egyéni bajnokságot, ahol végül Govenda előrébb végzett, mint honfitársos itera. Hát ez egyelőre nagyon sima futamnak tűnik. Néha-néha azért próbál közelebb kerülni Martin Govenda siterához, de olyan közvetlen közelségben, tehát előzési közelségben azért nincsen. Most nagyon-nagyon megközelítette. Hát a buliból kimarad Benkő Roland, aki változatlanul magabiztosan vezet ebben a futamban. Ez volt talán eddig a legkomolyabb támadás a Govendának, és mégis be tudott jönni az első helyre Philippe Sitera. Az utolsó körben azért nagyon-nagyon intenzíven támadott Govenda. Igen, és érezhető volt Siteránál, hogy nem túl gyors, ezért nézte mindig, hogy hol jön a riválisa, és óriási szerencsé volt végül, hogy meg tudta tartani a második helyet. És ahogy a hangosan beszélő is mondja, a Farkasok csapata ismét maximális pontszámot tudott szerezni. 15-2 az állás, tehát a harmadik futam után a Farkasok javára. I see you have still pain in your shoulder. Hogy még fájdalod a vállad. I have crashed my first az első race. Körben ütköztem Tomasszal, még mindig fáj a vállam, Lengyelországban majd megnézettem. I see in Poland. És akkor nézzük meg, hogyan áll a verseny jelen pillanatban. Ki hány pontot tudott eddig összemotorozni, 15-2 tehát a Farkasok javára. Lebonyolítottak eddig három futamot, és mind a három futamban az első, illetve a második helyen a Farkasok versenyzője végzett, így gyakorlatilag a legnagyobb különbség alakult ki, ami kialakulhat három futam során a Farkasok, illetve a Bikák között. De hát nincs még a versenynek, természetesen jön a negyedik futam, lehet javítani. Negyedik futamban egyébként jó kis mezőnyt látunk, hiszen itt lesz Szatmári László, Magosi Norbert, Lee Richardson és az a Sanowski, aki az előző futama során bukott, és miután ő idézte elő, ráadásul még csapatása balesetét is, ezért aztán kiszárták őt a futamból. Gyorsan a két sztárról egy pár gondolat. Tomasz Zsanowski a lengyeleknél azért meghatározó versenyző már évek óta, sőt 2005-ben a Grand Prix-ban is versenyzett egy egész idényen át. Lee Richardson, a britek versenyzője, azért ennél nagyobb eredmény sort tud felmutatni, hiszen 2003-tól 2006-ig versenyzett az elitben, tehát a Grand Prix-ban. 2004-ben dobogó harmadik fokára állhatott fel egy nagy díjon, nemzetesen a brit nagy díjon, míg 2005-ben a lengyel nagy díjon a második helyet szerezte meg. Még egy utolsó állítgatás. Zsanowski lesz majd, mint láthatjuk, sárga sisakban, az ő motorját tolták, de most már mindenki lassacskán ott van a starthelyen. Kékben lesz majd Richardson, de mindenben sárgában Zsanowski, fehérben Magosi, és pirosban pedig Szatmári. Itt is teljesen egyszerre rajtol el a mezőny. Lee Richardson kitűnő starttal azonnal az élre tud kerülni. Szatmári van mögötte a második helyen, a harmadik helyen pedig ott motorozik Magosi. Ami viszont meglepes, hogy Zsanowski egyelőre csak a negyedik helyen van. Igen, nagyon érdekes volt látni, hogy elstartolt a többiekkel, de utána, hogy nem sikerült jól az indulása, utána vissza is vett a tempóból. Hopp-hopp, Lee Richardson kicsit kicsúszott a palánk tövére, Szatmári haladt az ívén is, így az a brit versenyző elé tudott motorozni, viszont Magosi is ott van a Lee Richardson nyakán. Most már Lee Richardson ezt a támadást visszaverte, a második helyet meg tudta szerezni, és az újabb cél pedig az, hogy utolérje és megelőzze Szatmári Lászlót. De Szatmári nagyon jól él a lehetőséggel, az alkalommal, nem nagyon engedi közelebb Lee Richardson magához. A harmadik helyen változatlanul Magosi Norbert, és hát hol jön Zsanowski, egyáltalában versenyben van-e még? Ha versenyben is van, nagyon-nagyon leszakadva a többiektől, hiszen még a képernyőre sem fér rá.
Szatmári továbbra is az első helyen, Liri Császon viszont egyre közelebb, de szerencsére időközben lobogtatják a kockás zászlót. Kitartott tehát a lendülete Szatmári Lászlónak, és a sebessége megnyerte ezt a futamot. Igen, Szatmári Laci nagyon jól robbantott ezen a versenyen, hiszen két futamgyőzelmet is aratott. És itt láthatjuk, itt Zsanowski elstartó, utána, hogy nem sikerült a startja, nem tudott az ellenfelek elé kerülni, beállt a negyedik helyre, és utána már nem is kockáztatott. Vélhetően az első futamban elszenvedett bukása volt még benne. Egyelőre Zsanowski nem nyújtja azt a teljesítményt, amit neve alapján és tudása alapján elvárnának tőle. Így van, hiszen elvileg ő lenne a húzó embere a bikáknak, de hát abszolút nem így cselekszik a lengyel, és 23 összesítésben. Ez azért is meglepetés, mert a csapatnévsorokat nézve azért sokan úgy tartották, hogy a bikák erősebbek, és ez a verseny az övéké, de hát ez csak a papírforma volt. Jön az ötödik futam, és ebben a futamban viszont már ott van Karol Barán. Mégiscsak elvállalja a versenyt, egy futamot kihagyott a bukást követően, és a súlyos sérülést követően, de az ötödik futamban rajthoz áll. Tehát Baranon kívül még Dino Kovacsics, Nagy Patrik, valamint Filip Sitere alkotják a mezőnyt. Itt van Sitere, a palánk mellől fog indulni, kék sisakban. Egyelőre még nincs mindenki ott, nincs mindenki olyan helyzetben, hogy startoltatni lehessen a mezőnyt. Kovacsics pirosban, Barán fehérben, és sárgában pedig Nagy Patrik. Nagyon jó. Tudott belső íven maradni Karol Barán a startnál, és így ezt ki is használva az ére került. A második helyen Filip Sitera motorozik. Viszont nagyon közel került Baránhoz. Egyelőre nincs ez még lefutva, mert Sitera ott van közvetlen közelben, Barán mögött. És így látva a srácot, illetve tudva az, hogy tényleg eltűnt a kulcscsontja ez az eredmény, illetve az, hogy starthoz áll egyáltalán, sőt még futamot nyer, ez mindenféleképpen dicséretes. Dino Kovacsics nézett hátra, ő jön a harmadik helyen, és eléggé leszakadva Nagy Patrika a többiek mögött, csak a negyedik helyet foglalja el. Nagyon nagy előnyre tesz szert, ráadásul Karol Barán. Most már nincsen esélye arra a riválisának, Filip Siterának, hogy beírje őt és meg tudja előzni. Körről körre egyre nagyobb az előnye Baránnak. Az óriási győzelem tényleg ahhoz viszonyítva, hogy milyen súlyos sérülése van, kulcson törése. Megnyeri tehát a versenyt Karol Barán, Filip Sitera lett a második, Dino Kovacsics érkezett a harmadik helyre, és Nagy Patrik az, aki ebben a mezőnyben ezúttal nem szerez pontot. És látjuk, lényegében lúg a bal karja, szegény lengyel srácnak, de megszerezte a bikáknak az első futamgyőzelmet, de győzelemnek igazából most még nem tudnak örülni a bikák, hiszen 3-3 lett, mivel Karol Barán mögött Sitera és Kovacsics ért célba. 23-6 ezzel jelen pillanatban az állás. De legalább egy picikét elmozdult a holtpontról a verseny. De hát nincs megállás, már jön a hatodik futam. Szatmári László lesz majd többek között ebben a futamban, illetve Magosi Norbert és Benkő Roland, három magyar, rajtuk kívül Martin Gavenda. Elég szép számú közönség van kint, legalábbis a tribünnek ezen a részén. Az árnyékos oldalon. És itt van Szatmári László, illetve Magosi Norbert egymás mellől startolnak, és ezen a héten, illetve a verseny hetében rendezték Debrecenben május 1-én azt az egyéni Európa-bajnoki középdöntő, ahol mind a ketten starthoz álltak, viszont nem volt szerencséjük, hiszen nem tudtak az elsőt közé kerülni, és így nem jutottak tovább, viszont tovább jutott Tabaka József, aki ezen a versenyen nem áll starthoz, mivel ő a Tigrisek csapatát erősíti. És akkor itt megint megnézzük, hogy kit, milyen színű sisakban láthatunk Benkő pirosban, Gavenda fehérben, Szatmári kékben,
Magosi pedig sárgában. Sárga sisakkal, Palánk mellől, Magos is tartja, tökéletes. Szatmári jön mögött a második helyen. A harmadik helyen pedig Benkő Roland. Gavenda zárja a sort. Igen, és mint a Speedway-ben oly sokszor elmondtuk már egy közvetítés alatt, hogy egy jó start mennyit jelent. Láthatjuk most is, Magos is a sárgáról elkapta a startot, és lényegében most szárgult az első helyen. Az, hogy Szatmári követi, de azért biztos ez az előny, amit most Magosi magáénak tudhat. De eddig, ha jól emlékszem, talán csak Lee Richardson futama volt az a futam, amikor az élenálló versenyző, tehát aki a start után az élre került, nem tudott nyerni. Ott elkövetett ugye Lee Richardson egy hibát, azt használta ki a magyar versenyző. Itt most jelen pillanatban a jó startnak köszönhetően nem valószínű, hogy Magosi Norbertől el lehet venni a győzelmet. Még akkor sem, hogyha azért Szatmári László annyira nincs leszakadva mögötte, de viszont annyira sincs a közelében, hogy bármikor előzni tudjon. Igen, pont azon a határmezőn motorozik Szatmári, hogyha véletlenül Magosi hibázott volna, akkor biztos, hogy meg tudja előzni, viszont komoly támadás pedig nem tudott indítani Magosi ellen. Tehát a végeredmény ennek a futamnak, Magosi az első, Szatmári a második, Benkő Roland a harmadik, tehát ő is szerzett egy pontot, aki viszont pont nélkül maradt, mert negyedik helyen lett leintve Martin Gavenda. És ezzel az állás 26-9-re módosul. Igen, hiszen itt is döntetlen lett Magosi futamgyőzelme a bikáktól. Csak X-re volt jó, hiszen őt követte Szatmári és Benkő, tehát 3-3. Hát de most már legalább nem 5-1-es futamok vannak, mert az első 3, sőt az első 4 futam 5-1-es zárult. Igen. És akkor most megint Zsanowski a kis tartozál. Neki lenne mit bizonyítania, hiszen egyszer kizárták, egyszer utolsó helyen zárta a versenyt. Meglátjuk, oda tudja tenni magát, vagy valóban ennyire rossz formában van. Mondjuk ez nem lesz a hetedik futam. Így van, és nem is lesz könnyű dolga, hiszen azért ott a párja az ellenfél csapatában, az egykori Grand Prix Lee Richardson, akit éppen itt láttunk a képernyőn. Nem mondható el, tehát Lee Richardsonról sem, hogy 100%-ot nyújtott volna eddig. Ez nagyon jó futamnak ígérkezik a nevek alapján. Igen, de... és most láthattuk azt, hogy Richardson mondta a csapattársának, Kovacsicsnak, hogy menjen a másik pozícióba, ugyanis egy csapaton belül start pozíciót válthatnak a versenyzők, és most bejött Richardson hamarabb, mint a csapattársa, és ő választotta a B pozíciót. És Kovacsics pedig kiszorult a Palánk tövére. Tehát Nagy Patrik, Dino Kovacsics, Zsanowski és Richardson. Itt érkezik Lee Richardson a starthelyre. De most már mindenki ott van. Kovacsics lesz majd pirosban, Zsanowski sárgában, Nagy Patrik pedig fehérben, ugye azt említettük korábban, hogy Lee Richardson lesz a kék sisak. Az első helyet Lee Richardson tudja megszerezni, a második helyen pedig Zsanowski halad, a harmadik jelen pillanatban Dino Kovacsics. Nagy Patrik nem startolt túl fényesen. Igen, Nagy Patrikról nagyon jó hírek érkeztek. Tudni kell róla, hogy cseh licenszel versenyez az ebben az évben, ugyanis a csehek azt mondták, hogy az ő licenszüket váltja ki, akkor nagyon sok versenyt tudnak adni, például cseh junior bajnokság, cseh egyéni bajnokság, emellett persze a magyar bajnokokon is tartozál majd, és ezen a cseh junior bajnokságon nagyon jó eredményeket ért el Nagy Patrik, viszont ezen a versenyen nem nagyon találta azt, hogy hogyan kell motorozni, nagyon bizonytalan volt ezen a viadalon. Lee Richardson hatalmas fölénnyel nyeri meg a futamot. Zsanowski a második, de hát esélye nem volt a futam során, hogy előzni tudja Lee Richardsont. És amikor ilyenkor egyedül versenyez egy motoros, akkor sokan azt hihetik, hogy most csak önmagáért húzza a gázt. Most nem így van, ugyanis a verseny egyik szponzora a viadalon a legjobb időt elérő versenyzőnek felajánlott egy karórát. Ugye ott a
jobb oldalon lehet is mindig látni, hogy mennyi idő alatt teljesítették a versenyzők, pontosabban a győztes a négy kört. De ennek a futamnak a végeredménye, tehát Lee Richardson lett az első, ezért kap 3 pontot, Zsanovszki a második, 2 pont jár érte, Dino Kovácsics a harmadik. 1 pontot szerzett a csapatának és önmagának, és Nagy Patrik pont nélkül maradt akár csak az előző futama során. És hogy említetted ezt az időeredményt itt a futamok végén, én ezt kiemelném, hogy a Grand Prix közvetítések előtt járunk, ugyanis én nagyon-nagyon hiányolom a Grand Prix-ban ugyanezt a szisztémát, tehát hogy kiírnák azt, hogy mennyi idő alatt teljesítette a futamgyőztes a négy kör. Tehát azért érdemes magyar versenyeket is nézni a Sport TV-n. Hát igen, mert hát a Grand Prix versenyek során is, amikor megnézi az ember a kézikönyvet, benne van minden egyes pályának a pálya rekordja, hogy ki mikor futott a milyen időeredménnyel, de valóban soha-soha nincs ez feltüntetve egyetlen versenyen sem. Igen, és ez azért furcsa, mert rögtön a futam leítése után azért a műsorközlő beszokta mondani, hogy mennyi volt a futam ideje, de hát ha majd egyszer ezt is elérjük, attól függetlenül tényleg zseniális közvetítéseket láthatunk a Grand Prix-ról, amit legközelebb éppen most hétvégén szombaton láthatunk. 30-11-es állás, Magosi sárgában, Szatmári kékben 8 pontot szerzett, Barán van fehérben, és pirosban pedig Sitera, indul a 8. futam. Jó nagy tülekedés volt ott az indítást követően, de nem tudta megtartani az első helyet Filip Sitera. Így aztán Magosi Norbert kerül elé. Filip Siterát komolyan támadta Szatmári, visszaverte azonban ezt az akciót, ezt a támadást és ezt az előzési kísérletet most is Sitera. Magosi Norbert pedig változatlanul mutatja, hogy milyen kitűnő formában van, eltávolodik a mezőnytől. Hoppá, most megtalált ő is egy gödröt. Azért látszik a közeli képeken, hogy felszakadt a pálya talaja, és a versenyzőknek azért ez is most már nagy kihívás jelent, és ezért volt az előbb is ez a kontaktus Szatmári, Laci és Sitera között. És Sitera nagyon-nagyon ott van most már azért Magosi mögött, itt viszont ezt elrontja nagyon, ezzel tudja növelni előnyét Magosi az élen, és ennek a hibának köszönhetően Szatmári most megközelítette Siterát. Az utolsó helyen pedig Karol Barán, aki igencsak szélsőséges teljesítmény nyújt, az előző futamát megnyerte, most viszont úgy fest, hogy az utolsó helyen fog végezni a 8. futamban. És le is intik a futamot, azt jelenti, hogy Magosi Norbert megnyerte ezt a futamot. Egy pillanat volt, amikor Sitera komolyan támadta, de aztán megtalált egy gödröt Sitera, ennek következtében visszaesett, de azért a második helyet meg tudta őrizni Szatmárival szemben, aki a harmadik helyen zárt. Karol Barán pedig pont nélkül maradt, hiszen negyedik lett. Láthattuk, hogy Karol Barán kicsit megbicsaklott, ennek az volt az oka, hogy Sitera még a lábát is használta a befordul előtt, hogy a lengyelt még messzebb tudja magától, de hát ez elég sportszerűtlen viselkedés volt. Hosszú kihagyás után most értél vissza először, most versenyzel először. Milyen a pálya, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, így, hogy nyerésre állunk, és elég pontot gyűjtöttem ahhoz, hogy hál' Istennek most már meg legyek elégedve magammal, így most már elég jól. Nyerésre állunk, ez eredmény tekintetében azt jelenti, hogy 33-14 az állás 8 futam után. Lebonyolították a 9. futamot is, itt Martin Gavenda tudott nyerni, ővé a 3 pont, a második helyen Dino Kovácsics végzett, és Benkő Roland lett a harmadik, Nagy Patrik pedig a negyedik, tehát itt 3-3-mal zárult ez a futam, ez azt jelenti, hogy 36-17-re módosult az állás, amikor most figyelhetjük majd a 10. futamát a versenynek. Zsanovszki, Benkő Roland, Karol Barán és Dino Kovácsics a 4 résztvevője ennek a futamnak. Itt óriási esélyük van a bikáknak, hogy győzelmet arassanak, ami az első lenne a sorban, hiszen a Zsanovszki, illetve Barán a két lengyel azért magasabban jegyzett versenyző, mint Dino Kovácsics, illetve Benkő Roland, a két ifjú tehetsége a farkasoknak. Farkasok annak köszönhetően, hogy remekül kezdték az egész verseny, még így is, hogy most már nem annyira egyértelműek ezek a futamok, és nem minden futam zárul az ő sikerükkel, így is azért tetemes az előnyük.
Na most azért valóban, hogy Norbi említette, csökkenthetik a hátrányukat a bikák. Igen, és azért felvetődött a szurkolókban, hogy ekkora hátránynál lehetősége van a csapatvezetőnek arra, hogy cseréljen pár. Zsanovszki és Maran sem volt 100%-os, de azért, hogyha a főfutamba kapnak lehetőséget, akkor lehet, hogy több pontot gyűjtött volna a bikák csapata. Itt a start utáni helyzet. És Karol Barán az élre állt, viszont Benkő Roland meg kiállt futamból technikai okok miatt, a motorja felmondta a szolgálatot, és itt az, amit vázoltam, tehát tényleg itt érvényesült a papírforma, és a bikák haladnak az első győzelmük felé. De Barán az első, Zsanovszki jön közvetlenül mögötte, és Dino Kovacsics van még versenyben, de ő az utolsó helyen. Így aztán különösebb izgalmakat már gyakorlatilag ez a futam nem is tartogat számunkra, hiszen megvan az 5 pont Zsanovszki, illetve Barán motorozásának köszönhetően. Dino Kovacsics pedig annyira hátul motorozik, távol a többiektől, hogy nem veszélyes sem Baránra, sem pedig Zsanovszkira. Célegyenes, és ebben a pillanatban le is intik a futamot, tehát 3 pontot szerez csapatának Karol Barán, 2 Zsanovszki, így aztán 5-1 lett ennek a pont eredménye a végén. Láthatunk, majdnem 75 másodperc volt a futamgyőztes ideje, ami azért bemutatja, hogy elég nyugdíjas tempót motorozott Karol Barán, hiszen azért olyan 71-72 másodperc között már itt lehet teljesíteni a 4-kört, de hát abszolút nem volt semmi olyan tényező, ami gyorsan motorozásra sarkalta volna Karol Barant. Azzal, hogy 5-1-re nyerték a bikák, tehát a 10. futamot, 37-22-re módosult a verseny állása, és 15 ponttal vezetnek tehát a farkasok a bikák előtt. És hát a 11. futam pedig nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ez a farkasok futama lehet, ha a névsort megnézzük, hiszen Philip Sitera, Gavenda, Lee Richardson és Nagy Patrik következik majd most versenyzéssel. Amire ugye Norbi az előbb azt mondta, hogy az összeállítás alapján azt a bikáknak kell megnyerni, méghozzá simán. Most itt az összeállítást figyelembe véve ez nagy valószínűség szerint a farkasok futama lesz majd. Hát Philip Sitteren rajtól majd a fű mellől, mellőle Gavenda, Lee Richardson és a palánk tövéről pedig Nagy Patrik vág neki majd a 4 körnek. Sitterái a piros, Gavendái a fehér, Richardsoni a kék, Nagy Patriké pedig a sárga sisak. Lee Richardson gyakorlatilag azt lehet mondani, gond nélkül került az első helyre. Lényegesen gyorsabb volt, mint a többiek. A második helyen Philip Sitera, tehát ez azt jelenti, hogy egyenlőre a farkasok állnak sikeresen, hiszen mind Sitera, mind pedig Lee Richardson a farkasok versenyzője. Az a kérdés, hogy az ellenfél versenyzői hol jönnek, mert ők ketten nagyon eltávolodtak, elszakadtak. Fehérben Gavenda jön a harmadik helyen, és az utolsó helyen Nagy Patrik zárja a sort. Éppen Gavendát láthattuk, aki most sokkal jobban lemaradt honfitársától, Sitterától, mint az előző futamban, és pedig akkor nagyon nagy csatát vívtak egymással. Talán a legnagyobb különbségű és fölény győzelmet aratja a nap folyamán Lee Richardson, vagy legalábbis az eddigi futamok alapján. Őt már leintették, most érkezik Philip Sitera, aztán jön Martin Gavenda, és végül pedig Nagy Patrik.
Igen, és ez az 5-1 azt jelentette, hogy most 42-23 arányban vezetnek a farkasok a bikák ellen. Megnézzük a rajt utáni pillanatokat, ahogy sikerült Lee Richardsonnak az élre kerülni, és aztán hamarosan majd egy összesítő táblázatot is láthatunk a versenyről, meg arról, hogy egyáltalában melyik versenyző hány pontot tudott eddig összegyűjteni a 11 futam során. Lee Richardson a legeredményesebb. Picit fellocsolják a pályát, mi pedig tartunk egy kis szünetet. Speedway. 42-23-ra vezetnek tehát a farkasok a bikák ellen, amikor jön a 12. futam. És hát megint itt ez egy érdekes futam, mert igencsak jó nevek, mondhatni nagyon-nagyon jó nevekből áll a 12. futam. Izgalmas verseny elé nézünk, hiszen Magosi Norbert, Lee Richardson, Tomasz Janowski, valamint Szatmári László állnak rajthoz. Igen, Lee Richardsonnak egy tévesztése volt, emlékezzük vissza, amikor kicsúszott a palánk tövére, és akkor csapattársa Szatmári László előzte meg, viszont Magosi Norbert az utóbbi két futamát megnyerte, azaz véletlenül rátaláltak a kellő beállításokra, illetve a startjai is jól sikerültek a magyar bajnoknak. Szatmári Laci pedig jól kezdte a versenyt, hiszen volt két futamgyőzelme, utána nem tudott az első helyen célba érni, de utolsó sem volt, tehát ezen egy megbízható formát nyújtott idáig. És ott van Janowski, aki ilyen csak nullázó, tehát ettől a négy ponttól sokkal, de sokkal többet vártunk. Azt hiszem ez a négy versenyző szerezte eddig összességében a legtöbb pontot. És Lee Richardson megint problémamentesen simán otthagyja a mezőnyt. De az is nagyon szép volt, hogy Szatmári László külsőjében körbe tudta motorozni mindkét riválisát, Zsanuszkit és Magosi Norbertet is. És már ott is haladt Szatmári közvetlenül Lee Richardson nyomába, bár itt rendkívül közel került egymáshoz Magosi, illetve Szatmári. Ennek ellenére meg tudta őrizni Szatmári a második helyét, mögötte ott jön Magosi, és az utolsó helyen pedig Zsanuszki. Megfejthetetlen Janowski teljesítménye ezen a versenyen. Úgy gondolom, hogy azért az első futam első körében mutatott bukása azért nyomokat hagyott benne, de említettem itt a két csehversenyző külön rivalizálását, itt mindenféleképpen meg kell említeni azt is, hogy azért Szatmári Laci és Magosi Norbi is azért külön csatákat vívtak egy-egy futamon belül. Hát Lee Richardsontól nem lehet elvenni az első helyet. A második hely Szatmári Lászlóé, Magosi Norbert lett a harmadik, és Janowski az, aki pont nélkül maradt most. 47-24 most már az állás, hiszen 5-1-re nyerték a farkasok ezt a futamot. Igen, Janowski nem ért célba. Hát ez is azért jellemezte azt, hogy ő ezen a viadalon hogy motorozott. Hát azért nem ért célba, mert nem akart, tehát nem motorhibája volt, vagy bukott, hanem begördült inkább a depóba, mint hogy a célig elment volna. Szatmári nézte, hogy várható-e Magositól támadás, de Magosi nem volt olyan közelségben, hogy olyan intenzitású adtak, hogy indítson, ami beszélyezteti Szatmárit. Hát természetesen azt mondanom sem, hogy a farkasoktól már nem lehet elvenni a győzelmet, akkor a fölénnyel vezetnek, és ráadásul most már azért a verseny vége felé is járunk. Ez volt a 12. futam, és jön a 13. futam. És ezt most gyorsan hagyd mondjam el, hogy a 12 futam az az alapszakasz ebben a csapatsorozatban, és most jön az a két futam, ahol a csapatok legjobbjai szállnak harcba ismételten. De ebben a futamban, a 13-ban láthatjuk majd Janowskit, Citerát, Gavendát, illetve Kovacsicsot. Hát igen, ha csak a neveket nézzük, akkor Janowskinak valóban nem ebben a futamban kellett volna startozálnia, viszont hogyha az aznapi produktumot veszik Gorcső alá, akkor egyértelmű, hogy Janowski a legjobb a futamában nem érdemelt volna indulási jogot.
összesen 4 pontot szerzett csak Zsanovszki. Sitera 10-et. Éppen azt lehet mondani, hogy hát van mit javítani a Tomasz Zsanovszkinek. És most láthatjuk, hogy az előző futamban még csak célba se ért, úgy lett utolsó, most viszont megemberelte magát, és az első helyen halad. Hoppá, itt is egy óriási csata a harmadik helyért, Dino Kovacsics és Martin Gavenda külön viadala. Kovacsics jött most fel. Azért Gavenda motorozásán látszik, hogy olyan dinamikus emberke, tehát nem riad vissza a saját árnyékától, belemegy a csínyekbe. Most még ideig nem jön sikerrel Kovacsics ellen. De újabb és újabb támadásokat intéz ellene. Tehát itt a harmadik helyre egy pontért alakul ki küzdelem, nem az első, illetve második helyen. Na nézzük ezt a támadását. Ami biztos, hogy Zsanovszki biztosan vezet. És most már Gavenda van a harmadik helyen. Ez eredményes akció volt támadásban. Ezek szerint Kovacsics visszaesett. Leintik az első helyen Zsanovszkit, a második helyre Sitera érkezik, és egy többszöri vállalkozás és támadás után végül is Gavenda meg tudta szerezni a harmadik helyet és az ezért járó egy pontot. Igen, kitartó volt nagyon Gavenda, is meg lett az eredménye, Kovacsics elé tudott kerülni, és ezen 4-2-re nyertek a bikák, de hát ez csak szépségtapaszt, hiszen 49-28 az állás a farkasok javára. Most azért kijött Zsanovszki tudása egyértelműen. Hát azért ilyen mezőnyben, hogyha nem jött volna ki, az tényleg szégyen teljes lett volna. Tehát így is ez a 7 pont, amit összemotorozott, ez nagyon halovány teljesítmény tőle. De akkor most jönnek a nagyok, akik tényleg a legtöbb pontot szerezték. Már volt nagyjából egy olyan futam, amikor sikerült hát úgy összeállniuk, hogy majdnem azok kerültek egy futamon belőle, akik a legtöbb pontot motorozták össze, de most valóban a legjobbak jönnek. Lee Richardson, Magosi Norbert, Szatmári László, illetve Karol Barán. Itt most pusztán csak az a kérdés, hogy mekkora különbség alakul ki a végére a farkasok, illetve a bikák között összpontszámban. Hát igen, és a presztízs. Ne hagyj Isten, hogyha tényleg valaki nagyon-nagyon gyors, akkor még azért a bizonyos karóráért is haltva szállhat. Richardson egy futamtól eltekintve minden egyes futamát megnyerte, akkor is élen haladt, csak megtalált egy gödröt, kisodródott, és oda lett így aztán az első hely számára, de így is kimagasló teljesítmény nyújtott. És amíg a fiúk itt készülnek a starthoz, azért gyorsan hagyd mondjam el, hogy a csapatkupa sorozat következő fordulója május 26-án lesz, természetesen Miskolcon, ahol a Tigrisek és a Bikák csapnak össze, ami igazából egy visszavágó, hiszen az első fordulón a Tigrisek 53-31-re legyőzték a bikákat. Lee Richardson ezúttal pirosban. És ugyanolyan jól startol, mint minden egyes alkalommal, most éppen belső starthelyről került az ére. Karol Barán van mögötte a második helyen. És milyen közel került Lee Richardson, az most azért Lee Richardson annyira nem tudott elhúzni, mint az elmúlt futamok során. Emberére talált Karol Barán személyében. És nem győzöm hangsúlyozni, törött kulcscsonttal versenyez Karol Barán. Ez mindenféleképpen elképesztő és dicséretes. Magosi jön a harmadik helyen, és Szatmári László egyelőre az utolsó, az negyedik. Igen, Szatmári teljesítményét azért meg is magyarázta a versenyző a viadalt követően, szóval mondta, hogy ez volt az idén a harmadik versenye, és kondícióban is elfogyott, technikában is, ugyanis már nem volt gumia a motorra, friss, és igazából ennyit tudott. De minél több versenye lenne, több edzés, akkor jobban bírná itt a versenyek végét is. Hát végül is csak lerázta magáról Karol Barán. Lee Richardson, és megvan az óriási fölény, ami minden egyes győzelme során kialakult.
Így van, is az Interhandel 2000 farkasok csapata így 52-31-re diadalmaskodott az MPL System Bikák ellen. Hát az döntően befolyásolta és meghatározta az egész versenynek a nagy pontkülönbségű győzelmét a farkasok javára, hogy az elején nagyon-nagyon el tudtak húzni. Így van, a negyedik futamot követően 23 volt az állás, ami azért demoralizálta a Bikákat. Ami pedig a végeredményt illeti, a legtöbb pontot, azt hiszem nem meglepő, Lee Richardson szerezte az összes versenyző közül, összesen 17-et, és halljuk, mit mondott Richardson. How you felt yourself today? Yeah, I felt pretty good. Nagyon jól éreztem magam, mondja Richardson, lehetőségem volt tesztelni a két új motoromat. Az egyik futamban vezetőhelyről egy hibát elkövettem, de jó nap volt ez nekem és a csapatnak is. Láthattuk a verseny folyamán, hogy folyamatosan beszélsz a versenyzőiddel, milyen tanácsokkal láttad őket, mit mondtál nekik? Hát mindenféleképpen próbáltam az én régi motorozási stílusomat rájuk beszélni, hogy hol motorozzanak, merre menjenek, mert egy kicsit a végére megint gödrös lett a pálya, és megint tehát nehéz motorozható volt, de én úgy láttam, hogy mindenki fel tudta vele venni a harcot, és szerintem ez volt a mi nyerésünk. Sajnos a másik csapatban, hogy az első futam a bukás, az rendszer nem rátette a bélyegét. Én úgy gondolom, hogy a srácoknak van még mit fejlődni, különösen a magyar fiúknak. Gyakorolniuk kell. Nem is a versenyzéssel van a baj, motorbeállítással küzdenek, nem tudják, hogy egy ilyen pályán, ami most elég nehéznek bizonyult, hogy állítsák be a motort ahhoz, hogy jól tudjanak motorozni. És ugye szó volt arról, hogy külön díj egy karóra jár a legjobb időeredményért, nos ez Lee Richardson nevéhez fűződik. És két puszit is kapott az esetős lányoktól. Ez volt át, kedves nézők, a Nemzetközi Salakmotor csapatkupa harmadik fordulója Miskolcról. Boros Norbertnek köszönöm szépen, hogy velünk tartott, önöknek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!